fotóba. Kész segítséget? Á, nagyon-nagyon. Na, nagyon sportos anyuka. Ezt rendszeresítjük, jó? Gyere velem, Csavi! Hogyan is indulhatnánk el? Feszkó nélkül. Miért nem feszkózol? Nem feszkózol? Hát pedig neked kéne feszkózni, csak igazán. Vizes a hajad, és úton kéne lennünk 30 perce. Ez egy percen belül megváltozik. Időpontra érkezünk. Úgy szerveztem programot neked, hogy 2 órára rend kéne lennünk. És hova megyünk? Mindig titkos. Igen, majd meglátod. Te vezetsz úgy, hogy majd... Hát egy színben csak kell. Majd mondom, hogy jobbra vagy balra fordulj. Okay. De nézd, én is segít neked megint a fordulj, mindig. Azt nem vagyok elős tőle. Köszi, Nino! Na, mehetünk el, Ines? Már megint rád kell várni. Úristen! Nem mondok semmit. Végre elindultak. Pápa! Köszönjük, Nini! Szia, mama! Sziasztok, jó utat! Na, hogy tetszik, amerre járunk? Nagyon-nagyon cuki. Hát alapvetően ugye a titkos randinak a helyszíne fel kellett, hogy oldódjon. Hiszen ide kellett valahogy találni. Szálka nevű település felé haladunk. Így van. És most mindenféle szerpentint mászunk meg. Ez alapvetően Pécshez van közel, úgyhogy úgy gondolom, hogy valami borvidék. Én úgyhogy azt gyanítom, hogy nem ússzunk meg szárazon estét. Ez nagyon-nagyon pontosan így van, így fog történni, mert hogy tényleg szálkára tartunk, ahol a Lajvér borbirtok található. Úgyhogy hát ma este, drágám, egy borvacsorán, egy borkóstoláson fogunk részt venni, és szerveztem még egy nagyon kis meglepetés programot, amin még soha nem jártunk, mert egyébként nagyon-nagyon szerettünk régen még a gyerekek előtt különböző borvidékeket, bedugult a fülem itt, ahogy jövünk felfelé, különböző borvidékeket látogattunk meg, nagyon-nagyon jó borokat kóstoltunk, finomakat ettünk, és hát ez is így teljesen kikopott az életünkből a gyerekek érkezésével, de most, hogy otthon hagytuk őket, egy kicsit elszoktunk, így most azt gondoltam, hogy így lett egy szabad esténk, ez egy nagyon-nagyon szuper program lesz, kis romantikus program, úgyhogy hát ez a mi Valentin napi közös kis időtöltésünk. Az a templom, de cuki! Hát majd ezek a szerpentinek is elég cuki. Igen, nagyon komoly utakon jövünk, közlekedünk. Na, az a nagyon kis jó helyen vagyunk. Úgyhogy... Viszont szőlő van. Szőlő van. És mit gondolsz, mi lehet a meglepetés program? Mit csinálhatunk itt a pincészetek környékén, szőlőben? Most mondhatnám, hogy tejben, vajban fogunk fürödni, de talán inkább borocskában fogunk muszkálni, kancsolni. Így van. Nem tudom, hát gondolom pincét, azt látni fogunk. Igen, azt megnézzük. A pincészetet. Erre egész komoly összeget tettem volna. Figyelj, úgyse találod, úgyhogy én elmondtam. Bort fogunk fogyasztani. Bort fogunk fogyasztani, igen, azt lehet szedni. Remélem, nem lesz zsíros kenyér is, hagymával. Zsíros kenyér, hagymával, annál kevés jobb dolog van a világon. Képzeld el, hogy egy dűlő túrára visznek el minket. Sétálni fogunk a dűlőben? Nem, jippel. Terepjáróval visznek minket egy dűlő túrára, és azért van ez a délutáni érkezésünk, kora délutáni érkezésünk, hogy szépen körbejárhassuk az egész birtokot, megnézhessük a pincészetet, ígyunk esetleg egy pohár bort, és utána a naplementét fogjuk megnézni ezen a dűlő túrán. Egy kicsit megijedtem így a dűlő túra kifejezés kapcsán, hogy hát ha a csapatépítő jelleggel kapunk egy metszőoldót és egy 10-15 hektár gyorsan meg is metszhetünk. Mert hogy ilyen is volt már. Mert volt, történt ilyen. Igen.
Én igen. Na, mit szólsz ehhez? Nagyon jól hangzik. Jó hangzik? Hát, gyűjtőtúrán még sosem voltam jeep-el. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy vajon ez mit akar itt Magyarországon. Mert sivatagi tűnetúrán már volt most jeep-el, de az azért más volt. Szálka! Na, keressük meg, hogy hová megyünk. Nézzünk itt táblákat. Nincsen beütve. Szálka van csak. Négy napja az erdőben bolyom. Négy napja az erdőben bolyom, Csebi szerint. Szóval a Vazze, vagy Waze, Lajvér avantgárdként ismeri. Aha, itt a balos Lajvér borbirtok, ott van kitéve. Uhuhu! Oda megyünk fel! Na, Ágnes, hova hoztál? A Lajvér borbirtokon vagyunk éppen, Csebi. Csodálatosan. Csendes volt, de nagyon helyes. Egy abszolút modern borászatról beszélünk, nem az a régi hagyományos téglával kirakott pince. Ez a stílusából is látszik, három szinten helyezkedő. Abszolút modern borászat. És ugye ez a modernitás és a magába a technológia dolgot készítésben a kedvét. Mellett azért használunk régi hagyományos oldós élelést is. Rendjával a... Gyakorlatilag megismerjük a szőlőket. Ahogy a szőlő érkezik, és haladjunk. Ide került akkor, amikor eljed, innen kerül hordóba, majd a hordóból a véglegesítésre is ide kerül vissza, és innen kerül a palackozóba. Itt születnek a borok, és itt véglegesednek is a borok. Na, hogy tetszik Csaba a borbirtok? Kóstoltunk sokféle bort, picit érzem is a hatását. Egy kicsit csillog is a szemed, de az enyém is gondolom. Homályosodik a tekintetem, tehát de a borok annyira finomak, hogy egyszerűen nekem tényleg nem volt film egyetlen egyet sem kijönteni, hanem amit kaptunk kóstolásra, én meg is ittam mindegyiket, úgyhogy kaptunk egy ilyen Lajvér Merlot, és mindjárt nekivágunk a kis dűlőtúránknak. Mit szólsz, Csabi? Már ott van a Verda, amivel útnak indulunk. Ezt rendszeresítjük, gyere jó? Gyere velem, Csabi! Így. Jó. Most hagytok itt először szárkán, igaz? Így van. Ezt tudjátok, hogy a... Félig igaz, mert eltévedtünk és körbejártuk a várost. A város vagy a falu? Települést nem tudom. Nem akartam megsérteni, ezért mondtam. 640 fő lakosságot. 1 dologra... Csabi a volánnál! Megegyik vissza... Hogy hátrafele... Jobban el tudom... Ó! Hátrafele megyünk! Hiány nincs el rokonás viszont. Semmi, jó. Megy ez gyönyörűen. Eredeti motor. Ági, elcseréljük, ezzel megyünk hozzá? Simán! Mitek van? Várj, először egyébként. Somewhere's gotta end.
beton az alja, úgyhogy mehetsz nyugodtan. Hát kiszállni nem fogom megtolni, az biztos. És akkor onnan jöttünk. Milyen sárgás világban dűlőtúránkon nagyon izgalmas volt, mert a dűlőtúra utolsó harmadában a Csabi vezetett, aki végig fülig érő szájjal tette ezt, nagyon izgalmas volt, úgyhogy nekem kapaszkodni kellett végig, de nagyon jó volt, és már közben nekünk előkészült a kis asztalunk itt mellettünk. És itt van a vacsoránk. Úristen, de gyönyörű. Sokan eljönnek a vadétától, az általános és a borkóstolónk is elkezdődik. Így van. A borkóstolót egy nagyon könnyed fehérborra fogjuk kezdeni, ez egy 2017-es évjelet a Cuvée Blanc. 60%-ban Sauvignon Blanc, 40%-ban csercegű fűszeres tartalmaz. Ugye ez a, itt a szexuális piacon egy teljesen ismeretlen házasítás, egy nagyon könnyed, inkább a földekre épülő fehérbor, ha mondhatom így. Súmázva harandik. Nagyon jól sikerült, most már közel a végéhez érkezünk. Mármint az igazi végéhez nem, csak a publikus végéhez. Ez az utolsó előtti borunk, van még egy borunk, amit megkóstolunk ezen a borkóstolón, borvacsorán. Nagyon finomakat ettünk, tényleg jó volt minden kaja. Tele a pocak. Az egész délutánunk jó volt, elvittek minket egy dűlőtúrára, mentünk föl, mentünk le, mentünk pocsolyákba, egy kicsit még vezethettem én is az autót. Utána kaptunk egy kicsi vacsorát, ahogy már említettem, és sok-sok port megkóstoltunk, illetve végigjártunk a Lajvér pincészetnek a pincéjét. Gyakorlatilag megnéztük, hogy hogy készülnek itt a borok, hogy hordozzák őket, végignéztük a hordókat, mindent, úgyhogy megtudtunk mindent a szexárdi borvidék borairól. Na de azt mondd el, hogy milyen jelleggel hatott ez a mi kapcsolatunkra, milyen extra hát élményt. Mámoros jelleggel hatott ez a 12 féle bor, amit ma már megkóstoltunk, úgyhogy mámorosan éreztük magunkat, abszolút nagyon-nagyon jól éreztük, szerintem ketten magunkat, jó volt kicsit kimozdulni a gyerkőcök mellől, bármár hiányoznak, nyilván a gyerekek, nem sokára megyünk hozzájuk haza. Mit gondolsz, jót szerveztél nekünk? Hát én azt gondolom, hogy én nagyon-nagyon magasra tettem a lécet szerintem neked, úgyhogy nem lesz könnyű dolgod überelni ezt a randit. Gyönyörű helyen vagyunk, én úgy láttam, hogy te nagyon-nagyon élvezted ezt az egész napot, és hogy annyira sok kérdésed volt, hogy a fél órás kis pincetúránk azt szerintem legalább dupla időtartamra növekedett. Isteni finomak voltak tényleg a borok. Arról nem is beszélve, hogy én tényleg életem szerintem legeslegjobb vadételét ettem. Gasztroenni, kis kapcsolatunknak, kis lelki világunknak szerintem most hogy nagyon jó volt, nagyon régen voltunk ilyen szituációban ketten, úgyhogy most rajtad a sor. Ahogy bármi jöhet, ami evés, ami ivás, igazából teljesen mindegy, akár a szezonhoz köthető, télban még elmehetünk akár egyet, nem tudom, szánkózni, bobozni, korizni, nem tudom, valami jó pofát csinálni, lehet benne valami izgi, egészen nyugodtan tudod, hogy nyitott vagyok bármire. Most elköszönöm tőletek, reméljük, hogy tetszett nektek ez a videó, és szeretnénk ebből egy kis sorozatot is létrehozni, úgyhogy nyugodtan írjátok meg nekünk kommentben, adjatok tippeket, hogy milyen randi helyszíneket, vagy milyen jellegű randikat szervezünk egymásnak, mivel lepjük meg a másikat, mit mutassunk meg, mi az, amit egy anyuka, egy apuka is a gyerekeket egy picikét félretével lepasszolva is ugyanúgy tud élvezni, mint hogyha még csak az ismerkedési fázisában lenne a kapcsolatuk. Úgyhogy iratkozzatok fel a csatornára, kedveljétek a videót, és írjatok nekünk kommentben mindenféle tippet. Jó éjszakát!